Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem! Az felállt, és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait, miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves testvérek, a keresség, az Isten szövetségébe fogadtatás, annak a csodának a megnyilvánulása, hogy Isten kiválaszt, elhív bennünket, mi pedig az életünkkel válaszolunk, az övéi leszünk. Pontosan úgy, ahogy a felolvasott történetben Jézus elhívja Mátét, ő pedig a követője lesz. Bármikor részesültünk is a kerességben, ez az evangéliumi szakasz most arra hív bennünket, hogy foglalkozzunk ennek a legnagyobb témájával, a tanítványságával, Jézus követésével. Miben áll ez? Milyen változás ment végbe Máté életében, miközben a vámszedőhely asztalától eljutott Jézus asztaláig? Ez a két bútor darab sok mindent elmond nekünk Máté régi életéről, és az újról is. A vámszedőhely asztala egyrészt nagyon sok pénzről beszél nekünk. Nem csupán a törvényes vámok és adók beteszedéséről tud tanúskodni, hanem, hogy így mondjam, sok ajándékról is, amit különféle előnyökért a vámszedőknek adtak. Egy nagyon jó megélhetést biztosító munkahely volt ez, zsíros állás. A vámszedő asztal gazdája nyilván egy gazdag és előkelő ember. Másrészt viszont a vámszedő asztal a megvetés és lelki otthontalanság szimbóluma is. Azt, aki ilyen helyen dolgozott, a saját népe soha nem fogadta be a zsinagógai közösségekbe. Utált, lenézett emberként kiközösítették. Római bérencnek tartották, aki az elnyomó hatalom számára szedi a vámot saját népe tagjaitól. A vámszedő asztal tehát elárulja, hogy gazdája nagyon gazdag, de lelkileg otthontalan. Mindene megvan, de nincs senkije, aki őt elfogadná. Kívül minden rendben van, a lelkében viszont óriási a hiány. Kosztolányi versem, a boldog szomorú dal is ugyanezt a kettősséget mutatja be. Boldog a vers, mert előbb leírhatja, hogy mennyi mindene megvan. Idézem, van már kenyerem, borom is, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. Majd további szép képekkel írja le, hogy tele a padlás, elismert költőként előre köszönnek neki, és élvezheti a polgári jólétet, finom fürdőkbe járhat. Szomorú azonban a vers vége, mert egy másféle kincs fájdalmasan hiányzik az életéből. Így fogalmaz, nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Vajon mi hogyan állunk ezzel a hiánnyal?
A vers és a vámszedő asztala is egyfajta számvetésre hív bennünket. Mi az, ami megvan, és mi az, ami hiányzik az életünkből? A látható világ hiányait általában gyorsan igyekszünk betölteni, törekszünk, hogy legyen otthonunk, biztonságunk, megélhetésünk, s ez rendjén is van. Azonban gyakori hibánk, hogy ezeken túl a belső hiányainkra nem figyelünk, vagy legalábbis nem eléggé. Vajon milyen kincsek hiányoznak az életünkből? Talán a belső békesség, megértés és elfogadottság, tiszta lelkiismeret, a lélek nyugalma és belső boldogsága? Jézus a vámszedő asztalnak nem csak a fényesebb oldalát látja. Ő jól tudja, mi hiányzik Máté életéből, ismeri belső szomorúságát, megszólítja, kövess engem. Ő pedig felkelt és követte. Csak így otthagy mindent? Nem kell többé a jó állás? A jelenet nagyon röviden van leírva. Nem tudjuk, hogy beszéltem-e még másról, s nem tudjuk, hogy mi minden futott át Máté gondolataiban. A reakciójából azonban látjuk, micsoda szomjúság volt benne. Mekkora hiány volt a lelkében. Mennyire másra vágyott, mint amiben eddig élt. És látjuk azt is, micsoda erő volt Jézus hívásában. Felkelt és követte őt. Máté megértette, hogy lelkének minden szomjúságát csak is Jézus oldhatja. Így érkezett meg végül Jézus asztalához. Az evangéliumban egy vendégségről olvasunk közvetlenül Máté elhívása után. Márk és Lukács is leírják ezt a történetet, úgy tudjuk, hogy valójában maga Máté rendezi ezt a vendégséget. Minden bizonnyal örömlakomának szánta. A ház tehát, Máté háza, az asztal azonban mégiscsak Jézus asztala. Ezt olvastuk, amikor Jézus asztalnál ült a házban, sok vámszedő és bűnös jött, s oda telepedett Jézushoz s az ő tanítványaihoz. Most nem Máté a tényleges házigazda, itt mindannyian Jézustól kapnak valamit. Jézus asztalánál nem látunk pénzhegyeket. Itt ételek és italok vannak, vendégség és közösség. Az asztal körül egy olyan társaságot látunk, amelynek tagjai sehol másutt nem találnak befogadást és közösséget, csak itt. Vámszedők, bűnösök, utcalányok, tehát a lenézettek, megvetettek ülnek Jézus asztalánál. Rajtuk kívül itt vannak még Jézus meglévő tanítványai, s immár közéjük tartozik Máté is. Itt igazán otthonra talált, s nem azért, mert ez az ő háza, hanem mert közösséget talált Jézus mellett. Befogadást, szeretetet kap, és kegyelmet. Jézus asztal közössége akkor is, ma is azt jelenti, nem azt kapod, amit megérdemelsz, hanem azt, amit Jézus szeretetből ajándékoz neked. Bűnbocsánatot, kegyelmet, a sebek gyógyulását. Jézus asztala olyan közösségbe hív bennünket, ahol mindig Jézus mellett lehetünk, ahova bármikor oda mehetünk, mert ő minket is elfogad, szeret, és a mi sebeinket is gyógyítani akarja. Jézus gyógyító hatalmát mutatja az a gyökeres változás, ami Máté életében végbe ment. Felállt a vámszedő asztaltól, és hátat fordított mindannak, amit az jelentett. Majd pedig oda telepedett Jézus asztalához, és egy új közösség tagjává lett. Másokkal együtt ettől kezdve ő is Jézust követte, őt hallgatta, tőle tanult, neki engedelmeskedett.
ezt a változást látva, töltsön el minket bizakodással, hogy Jézusnál nincsen reménytelen eset. Akár egy vámszedő, akár a legnagyobb bűnös is gyógyulást találhat nála. A bútorcsere, hogy így mondjam, elsősorban azt az egyszeri döntést jelzi Máté életében, amit megtérésnek is hívunk. Elfogadta Jézus hívását, és elindult az ő követésére. Ugyanakkor nekünk hitben járó emberekként nagyon fontos, hogy ezen az úton naponta tudjunk megújulni a hitben. Tudnunk kell újra meg újra felállni vámszedő asztalainktól, egyre inkább elfordulni bűneinktől, régi rossz szokásainktól, és odafordulni Jézushoz, oda telepedni asztalához. Megtalálni a vele való gyógyító közösséget, őre hallgatni, és egyre inkább megerősödni a hitben. Segítsen bennünket Jézus, hogy meghalljuk és elfogadjuk hívását, és arra életünk legyen az őszinte válasz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.